Parancsoljon. Volt egy konyak, egy szendvics és ez a bombon. 9,70, de már ki van fizetve? Nem értem. Mondom, már ki van fizetve? De kérem, én nem fizettem ki. Ön nem, de már ki van fizetve? Ki fizette ki? Az a hölgy ott a páholyban. Bocsánat, ha zavarok, nekem még 10 pengő 30 fillér jár. Hogy? Mert a rózsák 20 pengőbe kerültek, az én számlám 9 pengő 70 volt, tehát jár még 10 pengő 30 fillér neked. Úgy, hát nagyon téved, kérem. Először is adtam 30 fillér borravalót, az már 10 pengő. Másodszor nekem elég 10 szál rózsa, a többi a magáé. Tessék. Mondja, honnan tudta, hogy ide jöttem? De ahogy tudtam, én bejöttem ide véletlenül, és itt megláttam magát. Véletlenül? Véletlenül. Megengedi, hogy helyet foglaljon? Tessék. Köszönöm. Nézze, nem nagy esemény számomra, hogyha hallok egy idegen nevet, Nagy Péter vagy Kis Béla, de hát mégis illenék, hogy... Bemutatkozzon. Igen. Asszonyom, ma már kétszer találkoztunk véletlenül. Számomra ez sokat jelent. Ha most bemutatkozom, akkor telefonálok, akkor fölkeresem. És ez olyan nagy baj? Baj. Én eddig tudatosan akartam boldog lenni, nem sikerült. Most a véletlenre bízom. Ha még egyszer találkoznánk, ha a sors úgy akarja, hogy... Kérem, kérem, én nem forszírozom, Isten vele. Már megy? Hát miért maradja? Ha leül, megmondom. Na, halljuk. Hát nézen körül. Nem szép itt, ebben a sejtelmes félhomályban. Mi ebbe a szép? Egy kis édes félhomályban mennyi vágy van. Mennyi álmunk, mennyi csókunk ég. Egy kis édes kézfogásban mennyi vallomás van. Hidd el, édes, én imádlak rég. Nézd, az igaz sosem súgott ennyi álmot még. És a szívem olyan boldog, mintha álmodnék. Egy kis édes félhomályban mennyi vágy van. Mennyi álmunk, mennyi csókunk ég. Egy pillanatra kérem.